Folytatjuk a heti elemzéssel, ami most napi elemzéssé válok. Marton László ügyében megvan a legfrissebb fejlemény, ugye arról van szó, hogy kiderült, hogy a Víg Színház kezdeményezte a munkaviszonyának a megszüntetését. Mondtátok, hogy kicsit fura, hogy politikai elemzőként Boros Tamás és Böcské Balázsral erről fogok elsőként beszélgetni, de hát azért ez egy politikai kérdés is, vagy egyáltalán nem? Vagy hát a közélet és a szakpolitika jó lenne, ha politikai kérdés is lenne, nem? Hát annyiban biztos politikai kérdés, mert hogy napirendre került újra, hogy az isztambuli egyezmény ratifikációja az most miért késlekedik. Semmilyen Zsolt ahelyett például, hogy tenne ilyen sarja idézeteket, vagy utalásokat ahelyett, hogy hát azt kellett volna megindokolni, hogy a kormányzat miért nem támogatja a sokadik kísérletét, vagy sokadik ellenzéki kísérletet arra, hogy ezzel a ratifikáció megtörténjen. Mert ez eltörpül az iszlám tömegek okozta veszély miatt. Hát ez az ő érvelése. Az, hogy is mondjam, éppen a Tamással beszéltük itt, hogy egy Guardian cikket találkoztam, ami egy nőnek a beszámolója volt, aki korábban hasonló ügyet élt át, mint Sáros Dirilla a Labour Party-n, a munkáspárton belül. És egyrészről fontos, hogy ez a napi renden van, ez szerintem vitán felül áll, és talán az is fontos, hogy a színházi szakma az ne kerüljön kriminalizáció alá. És bár minden szakmában, ahol hatalmi pozíciók vannak, ezeknek belejárója azt hiszem ezek a folyamatok, de azért nem hiszem, hogy egy szférára kellene leszűkíteni. Úgyhogy szerintem azoknak kell beszélni erről a témáról, akik érintettek, és akik tudják ezeket a problematikát, hogyan kell erről beszélni. Az nem biztos, hogy politikai elemzők, de pont. Nektek valami pluszt elmondott ez az egész vita és az elmúlt két hét a társadalmunkról? Én azt gondolom, hogy a reakciók azok igazából majdnem, hogy társadalomtól függően elég hasonlóak. Nyilván vannak eltérések, és mondjuk egy északi országban máshogy reagált volna a többség, de hogyha megnézzük, hogy egyébként Amerikában milyen reakciók születtek hasonló ügyben. Szóval, hogy így nagyjából ebben van egy ilyen törésvonal, és azt gondolom, hogy nagyon érdekes, és kicsit visszavezetve a politikával, hogy más fontos ügyekben is mennyire értékrend alapján ketté válnak emberek, és ami mondjuk nekünk teljesen evidens és felháborító cselekedet, és nem értjük azt, hogy lehet az, hogy az az ismerősünk Facebookon, vagy aki itt ül a tévében, az ennyire másként látja a világot, de szerintem nagyon sok más ügyben is így van. Tehát baloldal és jobboldal, liberálisok és konzervatívok, tehát számos olyan csoport van, vagy értékrend van, amiben egyszerűen nem értjük, hogy ott van valaki, akit ismerünk, és mégis, hogy lehet, hogy olyan döbbenetesen másként látja a világot, hogy ami számunkra egy felháborító bűncselekmény, az mások számára egy csinként elmegy. Arról beszélünk, hogy most sarkítva, hogy hallottam ilyen véleményeket, hogy a balliberális értelmiség mi kutyán kölyke alapon védi Marton Lászlót. Hát ez talán a pesti srácokon volt egy ilyen vélemény, most nem vagyok-e biztos, hogy arra utalsz-e, vagy pedig sem. Szerintem nagyon helyes az, hogy Marton László megszólalt. Kicsit volt egy olyan félelem ezt az ügyet követve, hogy itt a közéleti értelmiségek elkezdik azt a fura pályájukat futni, hogy valahol állnak ebben az ügyben, és elkezdik az erőszakot relativizálni, vagy pedig az érintettség, ismertség és a művészeti teljesítmény okán valahogy valami furcsa metadiskurzust indítanak el az ügyben. Szerintem jó, hogy Marton László ezt a dolgot másikra terelte. És egy dolog szerintem, ami... Miután 7 áldozat, összesen 8 jelentkezett, és onnan indultunk, hogy rágalom. Igen. Tehát, na most ez nagyon fontos, hogy úgy tűnik, és ez a digitális fordulatnak az előnye, meg az, hogy a nyilvánosság már nem a 90-es évek nyilvánossága, hogyha előkerülnek ilyen események, akkor ezek pillanatok alatt globálisan végigfutnak. Akár Magyarország léptékben, akár pedig globális mértékben. Tehát ezek a erőszakos cselekmények, vagy bűncselekményeknek a száma, vagy éppenségem, vagy zaklatások egyszer már nem elrejthetők egy társadalom elől, és ha mondanám azt, hogy annál jobb itt, minél rosszabb, tehát hogy minél több ilyen dolog derül ki, az a nyilvánosságnak szerintem fontos, és a másik, hogy az utóbbi években szerintem pozitív, hogy a nőkkel kapcsolatos ügyek ennyire előtérbe kerültek, azért a nőkkel kapcsolatos, most jelen fut 3 párhuzamos diskurzus, itt az egész például a szexmunka kérdése, ott van egy éles vita a magyar közéletben, a punch.hu kapcsán egy másik, és itt van ez a Marton ügy. Tehát ilyen értelemben, hogy a nőknek a nőkkel kapcsolatos témák itt vannak a középpontban, a diskurzusokban, ez szerintem ez egy előremutató dolog. Ami érdekes, és szerintem ehhez kapcsolódik a nyilvánosságnak a megváltozásához, hogy azt gondolom, hogy nagyon sok választópolgár vagy állampolgár hiten azt látja, hogy az a világ, amit megszokott, amiben persze sajnos nagyon sok ilyen típusú bűn volt, az értetetlen módon változik meg egyik napról a másikra. Tehát szerintem azzal szembesülnek emberek, és ez
Részben persze mindenképpen jó, hiszen az ilyen dolgok kiderülnek, és talán másként viselkednek, és másként viszonyulnak ezeket a dolgokhoz, de nagyon sok ember számára pedig az a döbbenet, hogy az az élet, vagy az a morális, erkölcsi keret, amiben eddig létezett, nem érti, hogy hogyan tud megváltozni egyik napról a másikra. Tehát ha valaki leéli 60-70 évet abban a keretben, ahol mondjuk egy ilyen ügy ez nem tudott kirobbanni, mert nem volt meg ez a nyilvánosság, vagy más volt a megítélése, hirtelen elvesztik ezek az emberek maguk alatt a talajt, és ezzel nem felmenteni akarom, csak próbálom azt megvilágítani, hogy azt gondolom, hogy nagyon-nagyon érdekes, hogy hány ilyen téma van most, és hány ilyen téma lesz a következő időszakban, ami miatt ez megváltozik. Tudjátok, mi volt a borzasztóan hangzik, de egy kicsit felüdítő ebben a témában? Az, hogy végre fontos dolgokról beszéltünk, és beszélhetnénk ennek kapcsán szakpolitikai döntésekről is, mint ahogy mondjuk az LMP-nek volt javaslata, talán a Párbeszédnek is, és hogy egyébként a kampányban mennyire nincsen ilyesmiről szó. És akkor egy picit beszéljünk a kampányról, mert hogy ezen kívül soros. Az ellenzék próbálja behozni a témáit, mondjuk ma este Gurnándorral beszéltünk arról, hogy mégsem áll olyan jól a munka erővilágában a kormány, mint ahogy ezt kommunikálja, de mintha nem lennének érdemi üzenetek, ígéretek, leszámítva azt, hogy a Soros ellen küzdünk a Fidesz oldalán. Jó eséllyel folytatjuk lesz, úgy most is, hogy elszó, legalábbis a kampánynak a tartalmisága az ki fog merülni a folytatjukban. Én ezt kérdeztem hétfőn Hídvégi Balázstól, nem kaptam rá egyenes választ, hogy lesz választási programja a Fidesznek. Ugye mindig úgy érvelnek, hogy a legjobb választási program az elért eredmények. Ehhez képest én azok közé tartozok talán, akik azt mondja, hogy van kormányzati teljesítmény. Hogyha menni az ember egy kormányinfó csütörtökön, akkor láthatja, hogy itt van kormányzás. Hogyha Németh Szilárdra fókuszálunk, az persze mindig több klikket hoz, és több lájkot, és több érdeklődés, de hogy ezzel párhuzamosan tényleg zajlik egy kormányzás. Az már viszont nagyon érdekes, hogy a kormányzat nem ezt a teljesítményt domborítja ki. Nyilván a kampánynak nem ebben a szakaszában kell ez, tehát nem csodálkozok azon, hogy most nincsen a egészségügyi béremeléssel kapcsolatos óriás plakátok kint és helyett a Soros diskurzus uralja. De miért? Tehát azért bruttó 100 000 forintos béremeléssel lehetne kampányolni? Lehet, ez az időzítés kérdése, tehát azért ez egy nagyon racionális hatalmi gépezet, és gondolkodik az ember jogosan, hogy miért, nem? És akkor ebben mindig valami racionalitást kell keresni. Én azt gondolom, hogy való lesz, le kell zárni ezt a konzultációs ívet. Megtanította a Fidesz a szavazóival Soros György nevét, működik ez a metafora, elindítja a gondolkodásra, meghallják ezt a nevet, hiteltelenítette az ellenzéki szereplők egy részét, bemozgatta a civil szervezeteket, úgyhogy lehet, hogy ez lesz az a szakasz, amikor egy alternatíva nélküli politika elkezdi magyarázni az eredményeit. Ez gondolom, hogy ez is benne lehet, vagy ez is emögött lehet, hogy a Fidesz nem szeretné, hogy a kampány, vagy a választás az egy racionális diskurzusba folyjon. Tehát, hogy a Fidesz nagyon erős az érzelmi politizálásban, nagyon erős az emóciókban, és nem akarja, hogy azon a térfélen legyen ez a csata, ahol racionalitás van, ahol számok vannak, mert ott lehet emellé tenni ellenérveket. Tehát amikor behozzák, hogy mondjuk van egy bruttó 100 000-es emelés, vagy amikor van egy radikálisan minimálbér emelés, akkor bejutottunk ebbe a racionális közegbe, és akkor már lehet beszélni az egészségügyről, lehet beszélni arról, hogy mely társadalmi rétegeknek kevesebb a fizetésük, tehát hogy amíg az emóciók játszanak, abban annyival erősebbek, és azt gondolom, hogy egyébként ez az egyik nagy hiányosság az ellenzéknek, hogy ők nem játszanak pozitív értelemben az emóciókkal, hogy nem akarnak a racionális térfélre átmenni. De miért nem játszanak? Azért, tehát mondjuk most a DK kampánya jut eszembe az, hogy akkor most Putyin országa akarunk lenni, vagy Európához tartozni, ez lehet egy érzelmi húr is, amit megpendítenek, nem? Igen, erre vannak kísérletek, és azt mondom, hogy ezek a típusú kampányok az ellenzék részéről hatásosabbak is, mint bármi más, ami megszülethet. Tehát én azt gondolom, hogy az érzelem az nagyon fontos a politikában, és ezt nem csak negatív ügyekre, nem csak kreált ügyekre lehet használni. Tehát az is egy érzelmi kérdés, vagy ez is egy érzelmi töltetű kampány lenne, mint ami mondjuk akár a Lombik programmal kapcsolatban fölmerült, és aztán az ellenzék hagyta veszni. Azt gondolom, hogy arról beszélni, hogy mondjuk ez a kérdés, vagy a születés kérdés, vagy az abortusz kérdés, ezek egyrészt fontos társadalmi kérdések, de vannak érzelmi töltetei is, és ebben tudna, azt gondolom, az ellenzék szembe menni a kormánnyal. Azért most
témaszegényebb a magyar politika, mert az ellenzék azzal van elfoglalva, hogy végre elkezdte az egyeztetést az egyéni körzetekben, és már mondtam nektek, hogy Gréci Zsolt Facebook oldaláról mindig lehet pontosan tájékozódni, hogy hol tartanak, ma azt írta ki, idézem, ha mást olvasol, ne hidd el, a DK, az MSZP, az Együtt és a Párbeszéd tárgyal a 106 egyéni jelölt egyeztetett indulásáról. Tehát most ez viszi el az erőt meg az energiát? Egy gondolat erejéig, és akkor később fogok válaszolni, szerintem néha az ellenzék többet beszél a soros tervről, mint egyébként maga, mint az indokolt lenne. Tehát az ellenzéki politikának egy jellemzője, hogy a téma preferálási, kijelölési, fontossági sorrendek létrehozásakor, most nem pontosan fogalmazom, mi a fontos téma, azért ebben nem szokott mindig olyan csúcson lenni az ellenzéki nyilvánosság, vagy pedig az ellenzéki politikusok különösen. Tehát amikor ide beül egy politikus, és az egészségügyről elkezd beszélni, majd két perc után a soros tervet hozza fel, például, hogy a soros terv, ugye a soros, akkor lényegében kár volt bejönni tulajdonképpen a tévéstúdióba. Az ellenzéki állóvizet kétségkívül azt tudja megmozgatni, hogyha a választók számára világossá lesz, hogy mi a konstrukció, amiben indulnak. Én nem gondolom azt, hogy a választók ne értenék a választási rendszert. Kell idő, hogy megtanulják a választási rendszert, ez kétségkívül, de azt is látjuk, hogy a választók figyelnek a vezetőiknek a mondataira, és hogyha letisztul az a kép, már le kell tisztulni ezen az őszön, hogy hogyan indulnak el, és ha kormányt is akarok váltani, és pártot is akarok váltani, akkor ezt hogyan kell megtennem, akkor szerintem az, nem mondom, hogy megrúgja érdemben a motort az ellenzék részét, de politikai pillanat, amire aztán lehet építeni. Az olyan, hogy itt van egy ilyen eldöntetlen tyúk tojás eset, hogy azért beszélnek az összefogásról, a hatalomtechnikai kérdésekről, mert nincsen érdemi programjuk, vagy nincs meg programban, de hogy nincs meg az érdemi egyetlen egy üzenet, amivel szeretnének kampányolni, vagy fordítva van, ahogy a kérdésben is, hogy azért nem tudják elmondani, hogy mit akarnak az országgal, mert még az összefogásnak a részleteit dolgozzák ki. Tehát nem igazán látszik, hogy melyik a helyzet, de az tény, hogy minden olyan perc, amit valóban itt a televíziós stúdióban tölt egy politikus, és az összefogás részleteiről beszél, vagy a 106 választókörzetről, ami nekünk politikai elemzőknek nagyon érdekes, és borzasztóan szeretjük nézni, de valószínűleg ezzel mi vagyunk így négyen. Szóval, hogy ez mind elvesztegetett perc, ahelyett, hogy arról beszélnének, hogy mit szeretnének az országban csinálni. Legyetek nagyon jó fejek, és ha most néznek minket, nyilván néznek politikusok, mindenki mondjon 2-3 témát, amire föl kéne fűzni ezt a kampányt, ami nem az összefogás, nem összefogás, meg ez a 106 egyéni körzet történet. Szerintem, mi az a téma? Szerintem jól jelölik ki a politikus alap, előbb azt mondtam, hogy nem, csak az, hogy nem koncentrál. Tehát elindul az úton, és nem járja azt az utat végig. Oktatásról beszélnek, egészségügyről beszélnek, bérkérdésekről beszélnek, munkahelyteremtésekről beszélnek. Tehát ezeket a kutatásokat jól olvassák a politikusok, nem nehéz mondjuk rosszul olvasni ezeket. És jól látják, hogy nem a menekült és migráció kérdése, rosszul látja Gulyás Mátor, hogy nem a választási rendszer kérdésén foglalkoztatja az állampolgárokat. Én szerintem a probléma az azzal van, hogy a Tamás is utalt rá, hogy egészen addig nem tudnak koncentrálni ennek a kérdésnek az A-tól a Z-ig való eljutásában, akár egy tévéinterjú alkalmával is, amíg az a kérdés megkaphatják, hogy na és akkor ezt akkor hogyan akarják érvényesíteni, tehát hogyan indulnak el a választásokon. Ezért fontos, hogy ezt a kabátot megoldják, hogy tudják aztán a gombot elzavarni. Abszolút egyetértek a Balázsral, tehát lényegében az elmúlt 3-4 évben minden elhangzott, amiről beszélniük kell, tehát a fizetésemelés kérdése, Botka Lászlónak a fizessenek a gazdagok kérdése, az egészségügy kérdése. Az összes létező kutatás azt mutatja, hogy ezek azok a témák, amelyek igazán érdeklik a magyarokat. Ott van valóban a probléma, hogy van-e egy üzenet, valóban képesek ezt az üzenetet nem egy napig, nem egy hétig, nem egy hónapig, hanem egy évig kitartani, hogy minden egyes politikus csak erről beszél az adott párton, van-e mögött egy program, van-e mögött egy sztori, el tudják magyarázni. De várjatok, egy dolog nekem nagyon hiányzik, amit nem említettetek témában, a korrupciót. Hát a Jobbiknak azért eléggé bejött ez az ők lopnak plakátsorozata, aminek ez volt a lényege. Akkor szerintem, a korrupcióval nem érdemes itt nagyon foglalkozni, mindenki beáraszt? Szerintem nem jött be a Jobbiknak ez a plakátja, és érdemes a korrupcióval foglalkozni, de valójában az látszik, hogy a Fidesznek a kritikája az nem hoz szavazatot, és a Fidesztől nem is vesz már el szavazatot. Tehát beállt, azért van befagyva a pártrendszer, mert a fideszes szavazókat nem fogja érdekelni a korrupció. A fideszes szavazók azt gondolják, hogy most azt megkapják a fideszes oligarchák, vagy a fideszes üzletemberek, amit megérdemelnek. Tehát azt gondolom, hogy a korrupció az egy szükséges kampánypálya, de itt az érdekli szerintem a választókat, meg az érdekli a bizonytalan szavazókat, hogy mit kínálnak az országnak. Tehát neki
XY szavazónak nem lesz attól jobb, hogy korrupcióról beszél a politika. Nincs vitánk, ugye, és ráadásul a korrupció nincs is benne általában abban a négy kérdésben, amit most ugye négy területet kérdeztél te is. Mindenki témája, mindenki beszéli, és azért a Jobbiknak annyiban azért tényleg nem jött benne, hogyha azon mérjük le, hogy nőtt a támogatottsága vagy csökkent, akkor azt látjuk, hogy önmagára, csak a korrupcióra kampányt építeni, az nem tud katalizálni egy választási időszakban, vagy egy pártot. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.